Nem lesz könnyű dolga az amerikai biztonságiaknak Ferenc pápával. 5 napra érkezett az Egyesült Államokba, és már a repülőtéren meglepett mindenkit, amikor a hatalmas 4 kerék meghajtású rendőrségi dzsippek között beült egy kis családi kocsiba, egy Fiat 500L-be. Aztán letekerte az ablakot, és vidáman integetett. Persze New Yorkban már nem ezt fogja használni, hanem egy Jeepből átalakított pápa mobilt. Igaz, a Jeepet gyártó amerikai Chrysler is a Fiat tulajdonában van. A pápai látogatásról Siklós András készített összefoglalót. Útban Kubából az Egyesült Államokba a repülőn tartott tájékoztatón jött az első meglepetés. Ferenc pápa cáfolta, hogy baloldali lenne. Azt mondta, vannak, akik úgy vélik, hogy néhány dolog, amit mondtam, balosan hangozhatott, de ez hibás értelmezés lenne. Ha azt akarják, hogy imádkozzam el a Hiszek egyet, hát készséggel megteszem. Az Andrews légibázison Obama elnök és felesége, valamint az alelnök fogadta a katolikus egyház vezetőjét. Az elnök a pápa iránti tisztelete jeléül döntött a ritka gesztus mellett. Ferenc egyébként a 4. a pápák közül, akik az elmúlt 50 évben Észak-Amerikában jártak. Aztán megint meglepte a biztonságiakat, és egy kis családi Fiattal indult az óriási dzsippek között a fővárosba. A kocsi rendszáma SCV1. Ez Vatikán város latin megnevezésének rövidítése, és ezt használják a pápa mobilok rendszámtábláin is. A Fehér Házban tartották a pápa ünnepi fogadását délelőtt, amelyen 15 ezeren vettek részt. Azután a katolikus egyházfő Obama elnökkel tárgyalt, majd üdvözölte az amerikai főváros központjában összegyűlt hívőket, később a Szent Máté katedrálisban együtt imádkozott 400 püspökkel. A tervek szerint Ferenc pápa holnap beszédet mond az amerikai kongresszus mindkét háza előtt. Érdekes, hogy a pápai látogatás közvetítésére visszavette az NBC egyik ismert műsorvezetőjét, akit júniusban rúgtak ki. Brian Williamsnek azért kellett otthagyni a csatornát, mert kiderült, az Irakból korábban küldött riportjaiban kissé felnagyította saját maga szerepét. A pápa látogatásának biztosítása lesz az Egyesült Államok legnagyobb személyi biztonsági művelete a főváros mellett New Yorkban és Philadelphiában. Az amerikai belbiztonsági miniszter a pápai vizitet mindhárom nagyvárosban a nemzetbiztonság szempontjából különleges eseménnyé nyilvánította. A protestáns többségű Egyesült Államokban egyébként a katolikus, a legtöbb követővel rendelkező keresztény egyház. A legnagyobb katolikus lakosságú országok közül az Egyesült Államok a 4., Brazília, Mexikó és a Fülöp-szigetek után. A legnagyobb keresztény felekezethez tartozó amerikai hívők egy 2013-as összesítés szerint csaknem 70 millióan voltak. Siklós András, 7/24.